dimora il purissimo, l'essere di luce immenso e santissimo. Vittoria al mio guru in cui dimora il purissimo, l'essere di luce immenso e santissimo. Lui io adoro, a lui mi prostro, alla sua benedizione faccio ricorso. Il grande canto voglio intonare al mio guru, voglio intonare al mio guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare. Egli è il guru nel suo corpo fisico, e il guru deva nel piano astrale. Egli è il guru nel suo corpo fisico, e il guru deva nel piano astrale. Nel piano causale diventa il Sat Guru, oltre ancora sarà la di Guru. Il grande canto voglio intonare al mio Guru, voglio intonare al mio Guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare. È lui il Dio di tutti gli dei, angeli e arcangeli sono al suo comando. È lui il Dio di tutti gli dei, angeli e arcangeli sono al suo comando. Messia, avatar Buddha e Sat Guru son tutti prostrati alla sua soglia. Il grande canto voglio intonare al mio guru, voglio intonare al mio guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare. Prima che le galassie fossero spruzzate nello spazio, tu della tua gloria eri sazio. Prima che le galassie fossero spruzzate nello spazio, tu della tua gloria eri sazio. Immerso nel silenzio del grande vuoto, sprofondato nella pace suprema, il grande canto voglio intonare al mio guru, voglio intonare al mio guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare. Poi per tuo volere da uno diventasti molti, la vita ebbe inizio e si moltiplicò all'infinito. Poi per tuo volere da uno diventasti molti, la vita ebbe inizio
e si moltiplicò all'infinito. Non esiste numero per calcolarla, non v'è metro per misurarla. Il grande canto voglio intonare al mio guru, voglio intonare al mio guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare. L'universo, le galassie, i sistemi solari e i pianeti sono tutti governati dalle stesse leggi. L'universo, le galassie, i sistemi solari e i pianeti sono tutti governati dalle stesse leggi. Tutto è mosso dallo stesso impulso, vuole espandersi all'infinito. Il grande canto voglio intonare al mio guru, voglio intonare al mio guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare. Dalla vastità immensa dello spazio alla minutezza di ogni singola cellula, dalla vastità immensa dello spazio alla minutezza di ogni singola cellula, sono le stesse leggi a muovere tutto, lo stesso meccanismo sempre si ripete. Il grande canto voglio intonare al mio guru, voglio intonare al mio guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare. Il grande canto voglio intonare al mio guru, voglio intonare al mio guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare. Ogni cosa parte da un centro e vuole espandersi senza limiti, tutto vuole poi fa ritorno al centro. Ogni cosa parte da un centro e vuole espandersi senza limiti, tutto vuole poi fa ritorno al centro. Nel centro zampilla la vita, all'estremità domina la morte. Grande canto voglio intonare al mio guru, voglio intonare al mio guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare. Il grande canto voglio intonare al mio guru, voglio intonare al mio guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare. Da quando il flauto fu strappato dal canneto ha fatto piangere uomini e donne il suo dolce suono. Da quando il flauto fu strappato dal canneto ha fatto piangere uomini
suo dolce suono. Poiché chiunque rimanga lungi dall'origine sua, sempre ricerca il tempo in cui verrà unito. Sorgente primiera, e ora giunto infine il momento propizio di far ritorno alla sorgente primiera, da cui tutti emanammo un tempo e a cui tutti dobbiamo tornare. Il grande canto voglio intonare al mio guru, voglio intonare al mio guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare. Il grande canto voglio intonare al mio guru, voglio intonare al mio guru il supremo canto, l'inno di lode gli voglio cantare, l'inno di lode gli voglio cantare. So this retreat was meant to celebrate Sant Ji's birthday. Ez a retreat arra szolgált, hogy megünnepeljük Sant Ji születésnapját. And I think he has been very gracious and he has been blessing us more than we deserve. Azt gondolom, hogy ő nagyon kegyelmes volt, és sokkal inkább megáldott bennünket, mint ahogyan azt megérdemeltük. I feel very grateful to him, because these 2 days, for me personally, have been a very blessed event. Én személy szerint nagyon hálás vagyok, mert ez a néhány nap, ez nagyon áldott volt a számomra. And I felt so much of his presence, so much of his grace, so much of his upliftment. És olyannyira éreztem az ő jelenlétét, a kegyelmét, az emelkedettségét, ami belül ára. And it's a confirmation that whenever we heartily come together to celebrate the Master's days, we are so much blessed, and he is ever so gracious. Ez egy megerősítés, hogy valahányszor szívből jön találkozunk,
és megemlékezünk mesterek napjairól, mindig megérkezik a kegyelem. So this song, this Il Grande Canto, this great song, it's a very appropriate song for celebrating a master's birthday and dedicating it to him. Tehát ez az ének, az Il Grande Canto, a nagy ének, ez nagyon is megfelelő arra, hogy megemlékezzünk egy mester születésnapjáról. Because in this song it is described the way we should consider the master. Mert ebben az énekben le van írva, hogy hogyan kellene számításba vennünk a mestert. As I say very often, we connect with life according to the side from which we look at it. Ahogy mondják, az élethez úgy kapcsolódunk, amilyen irányból szemléljük azt. So, we may connect with the very blissful side of life, with the beauty of life, with the divine side of life. Csatlakozhatunk az élet örömteli, szép, isteni oldalához. Then, we get this kind of blessing, with this kind of perception, this kind of state from life. És akkor megkapunk ezt a fajta áldást, ezt a fajta állapotot. Life answers to us the way we consider it. Az élet úgy felel a számunkra, amilyennek mi tartjuk. It's like if we turn to somebody and we say, oh, you foolish, mad person, he will answer the same way. He will be violent to us the way we are violent with him. Mert hogyha odafordulunk valakihez, és azt mondjuk, hogy hét, te bolond ember, akkor számíthatunk arra, hogy ugyanilyen erőszakosan fogod számunkra válaszolni agresszívan. So also towards life, if we say, you life are terrible, you are something horrible, you are something devilish, then life will turn to us the same way. Mert hogyha úgy fordulunk az élethez, hogy ó, te borzasztó élet ördögi, akkor ugyanúgy fog felelni az élet is. If we talk lovingly to somebody, the somebody will be very pleased with us, he will be very kind, very loving, the same way. Hogyha valakivel szeretetteljesen beszélünk, akkor ez a személy is ugyanilyen szeretetteljes és kedves lesz velünk. So also with life, if we connect with this divine side of life, this positive, loving, then life will be the same way with us. Így hát az életnek is, hogyha az isteni oldalához kapcsolódunk, a pozitív, örömteli oldalához, akkor az olyan is lesz a számunkra. So also with the master is the same thing. If we just consider the human side of master, then it will be just a human person for us. A mester ugyanígy van, hogyha csak az emberi oldalát veszük számításba, akkor csak egy ember lesz a számunkra. We will connect with the fact that he has a body like ours, he has to eat, he has to go to the toilet, he has gas diseased, he has problems as we have, we all have. Azt fogjuk kapni belőle, hogy neki is emberi teste van, vécére kell mennie, megbetegszik, ennie kell, és ugyanilyen emberi teste van, mint nekünk. So we won't see anything more than a human being in the master. Így hát nem látunk semmi más, mint egy emberi lényt a mesterben. But if we connect with this divine side, connect with this grace, with this power, with this blessing that comes through him, which comes through him from God, then we will be connected with this divine side. De hogyha az ő isteni oldalához kapcsolódunk, akkor ahhoz az oldalához kapcsolódunk, amelyen keresztül érkezik ez az isteni erő, ez az isteni kegyelem, és akkor ő is isteni lesz a számunkra. And this is the intelligent way of relating to the master, not connecting with his human side, because it's not going to help us. Így hát ez az intelligens, megfelelő hozzáállás a mesterhez. Nem kapcsolódni az emberi oldalához, hanem az istenihez, mert akkor isteni lesz a számunkra. We might have this kind of relation with other people, with our friends, with satsangis, with our relatives, but we shouldn't have this kind of relation with the master. Hogyha az emberi kapcsolatot veszük szemtesbe a mesterrel, akkor az jelentős
nélkül lesz a számunkra. És ilyen kapcsolatunk lehet a családtagjainkkal, a barátainkkal, és nem a mesterrel, az nem jönnek úgy, ha a mesterrel ilyen kapcsolatunk van. Otherwise we lose all the benefits of these special, very special, peculiar relation that we are having in our life. Mert máskülönben elveszítjük azt a nagyon különleges hasznot, amely ebből a fajta különleges kapcsolatból ered. In my case, I never related to my masters as human beings. Az én esetemben én soha nem viszonyultam a mesteremhez, mint emberi lényhez. Master Kirpal, I never understood him to be a man, really. I never took into consideration his human side. Kirpal mester, soha nem tekintettem úgy, mint egy embert. Soha nem vettem számításba az ő emberi oldalát. And yet, you know, when I met him, he was 79 years old. He was an old man. He was having no teeth into his mouth, just two or three were left. And you know, he was diseased, he was suffering. If I were to connect with his human side, I would just see a toothless old man diseased. That's what I would see. Tudjátok, képelmesterről is, mikor találkoztam, ő már 78 éves volt, már fogai sem voltak, talán 2-3 foga volt a szájában. De én soha nem ezt néztem. De hogyha az emberi, és már beteg is volt, mert ha az emberi oldalát tekintettem volna, akkor mit láttam volna? Egy fogatlan öreg embert, aki beteg. But I was never even aware of this. I never saw him as an old man. I saw him as a very strong, powerful man. De én még csak nem is voltam ennek tudatában, hogy ő egy ember. Nem is voltam éber ennek irányában, hanem úgy láttam őt, mint egy hatalmas, erőteljes, erős embert. I saw always such a beauty emanating from his face, from his whole body. Mindig oly szépséget láttam emelkedni az arcából, az egész testéből. Such a radiance, such a light. Oly sugárzást, oly fényt. And his words, his satsangs, for me were like wisdom itself. És az ő szavai, az ő satsangja olyan volt számomra, mint a bölcsesség maga. And really, I never saw him as a man. I always saw him as a god on earth. És való igaz, hogy soha nem láttam őt úgy, mint ember, hanem úgy, mint Isten ezen a földön. And actually, this is the very first thought that I had when I saw him. És éppenséggel ez az első gondolat, amely eszembe jutott, mikor megláttam őt. And this was not the consequence of reasoning, of, you know, logic. És ez nem egy logikai következtetés eredménye volt. It was just an instant revelation, an instant intuition. Ez csak egy hirtelen felismerés, egy hirtelen intuíció volt. That if it is true that God incarnates on earth as a man, then my God, this man must really be God on earth. Hogyha igaz az, hogy Isten inkarnálódik ezen a földön, akkor bizony ez az ember Isten kell, hogy legyen. It was a sudden recognition. Ez egy bizonyos felismerés volt. And I always related to him from then on, from that point of view. És onnantól kezdve mindig ebből a nézőpontból viszonyultam hozzá. Anyway, I was there for 3 weeks with him on that occasion. And I saw him also as a man. I saw him going up the dais and shouting to somebody very badly. És akkor az első alkalommal 3 hétig voltam ott vele. És ez alatt az idő alatt láttam őt nőni is, mint embert. Láttam, hogy, hogy kiment valahova, és üvöltözött valakivel, nagyon, nagyon kemény üvöltözött, kiabált valakivel. During a satsang with thousands of people. Több ezer emberrel láttam a satsang során, a satsangok során. Sometimes he said, like when I was initiated, when I was to be initiated, he said, the day before he said, tomorrow we are going to have initiation, tomorrow afternoon, so be ready at 4 o'clock at becoming and we have initiation. És a beavatásom előtt azt mondta, hogy jó rendben, akkor holnap beavatás lesz, álljatok készen 4 órára. But the next day we went there,
4 o'clock, but 5, 6, 7 came, and it never came. Így hát másnap oda mentünk 4 órakor, és aztán eltelt az idő, lett 5 óra, 6 óra, 7 óra, és ő nem jött. So at 7 he came, and he acted as if nothing happened. Majd megjelent 7 órakor, és úgy tett, mintha mi se történt volna. He didn't say sorry for coming late, something happened, he didn't say anything, he just sat there. Hát nem mondta azt, hogy elnézést a késésért, hogy valami történt, nem mondott semmit, egyszerűen odajött és leült. Then just the boy who was supposed to be initiated, he busted out and said, but master was supposed to be initiation to the, this afternoon. What happened? De aztán az egyik fiú, aki szintén úgy volt, hogy beavatást kap, egy, nem bírta tovább és kitört, hogy de mester úgy volt, hogy beavatás lesz ezen a délután, mert mi történt? So he said, oh, sorry, sorry, I was very busy. Tomorrow, yeah. So I mean, you know, if I were to connect it with this side of his, this man's side, then I, my mind could build up so many films, you know. Hát látjátok, hogyha ehhez az emberi oldalához kapcsolódtam volna, akkor a tudatom oly sok kétséget vetíthetett volna le. But I never took this into consideration. I always understood it was his play, that he always had his own reasons for everything, and anything he said, anything he did, it was always perfect. That's how I saw it. De én ezt soha nem így vettem, hanem úgy, hogy minden, amit tett, minden, amit történt, az ő játéka volt, és mindennek valamilyen oka volt a dolgok mögött, és minden pontosan, tökéletesen úgy volt, ahogyan lennie kellett, minden tökéletes. And I was always so incredibly charmed, so incredibly liking him, always, whatever he did, I always liked him terribly. És engem mindig annyira elbűvölt, bármit tett, mindig annyira tetszett nekem. This may be good luck, maybe grace from God, I don't know why I had this kind of relation with him, but that's how it was. Hát ez egy kegyelem, ez egy jó szerencse az élettől. Nem tudom, hogy miért adatott meg nekem ez a fajta kapcsolat vele, de így volt ez az én számomra. Now, you know, with Master Kirpal I met him on 2 occasions. One time it was 3 weeks, 1973. In 1974 it was 2 weeks. And of course I didn't have a close by relation with him. It was a far off relation. 1973 I had a chance to be quite a lot with him, with the other satsangis. Because we were few at the ashram, few Westerners, but in 1974 there were 500 Westerners and thousands and thousands of Indians, so it was, to be near the master, it was like a dream, it was nearly impossible. Mindössze két alkalommal találkozhattam vele, így hát nem kerülhettem annyira közel hozzá. Az első alkalommal 3 hétig voltam vele, akkor lehetőségem volt közel lenni hozzá, sokat lehettem vele, mert akkor csak kevesen voltunk az ashramban, így több időt lehetett vele tölteni a közelében 73-ban. De aztán 74-ben második alkalommal, akkor 2 hétig találkoztam vele, de akkor rengetegen voltunk, 500 nyugati tanítvány volt, és indiai tanítványok ezrei és ezrei. Az, hogy közel kerülnem mesterhez, vagy időt tölteni vele, az egy álom volt. But anyhow, in both the occasions when I spent time with him, I was always so much full of love for him, and I was always so much connected with his divine side, whatever happened, whatever, whether I was close to him, whether I could see him or not see him, or from far or whatever, I always connected with this incredible human pole from whom, through whom, God radiated his incredible power to me. Nem, akárhogy is volt, én mindig annyira szerettem őt, és annyira boldog voltam, akár láttam őt, akár nem láthattam, akár közel lehettem hozzá, akár nem. Mindig azt az emberi pólust láttam, akin Isten sugárzása ragyog keresztül. And then I had this long relation with Sant Ji, with whom I had a close by relation in some occasions.
and having him in my house, and of course seeing him as a man with his human problems, with his human maybe weaknesses also. Aztán itt volt ez a hosszú kapcsolatom Sant Jival, akivel igen közeli kapcsolatom volt. Néhány alkalommal a házamban vendég volt, és láthattam az emberi problémáit, gyengeségeit. People who had little to do with Sant Ji, and most of the satsangis had little to do with him at a human level, being close to him. Most of these people have this meat kind of understanding of him. Ugye a legtöbb szacanginak nem volt semmilyen emberi kapcsolata Sant Jival, és semmi tennivalójuk nem volt az emberi oldalával. Így hát az ő fejükben mint egy mítosz létezik. But, you know, I had really occasions to be very close to him and watch him in day-to-day life with his whole problems, with his inability to sleep on a mattress because it was uncomfortable for him. Nem igazán közelről figyelhettem őt jó néhány alkalommal. Láthattam az egészségügyi problémáit és azt a gyengeségét például, hogy képtelen volt aludni egy matracon, hogyha az kényelmetlen volt a számára. But I never connected with this side of his also. I always understood that, okay, this is the physical side of the master, and I understand that the master has a body, and this body gets diseased and suffers because of this. Felfogtam, hogy nem van, ez a mesternek az emberi oldal, az emberi teste, és ez a test bizony megbetegszik és szenved. The master is a human side and may like more some of his disciples and like less some of others. És van emberi oldala is a mesternek, és néhány tanítványát jobban szeretheti, néhány pedig kevésbé. I saw him being more fascinated by some people and less fascinated by others. Láttam, ahogy jobban kedvelt bizonyos embereket, bizonyos más embereket pedig kevésbé. I saw many things, but I didn't care about these. I always cared about the fact that he was the human pole through whom God was working, and when he was giving satsang, the pure wisdom, divine wisdom, would come out from his mouth. Nagyon-nagyon sok dolgot láttam az oldalán, de ezekkel soha nem törődtem, hanem mindig csak azt láttam, hogy ő az emberi pólus, és akárhányszor satsangot tartott, akkor azt vettem, hogy a bölcsesség maga érkezik az ajkairól. It was not my interest to connect with his human side of his, the fact that he was an Indian, that he couldn't like at all any food but the Indian food, that he was so bound to his Indian culture. I didn't care about this. That was not interesting for me at all. És engem nem érdekelt az emberi oldala ilyen szinten, az, hogy egy indiai ember az indiai kultúrából érkezik, hogy annyira kötődött a saját indiai kultúrájához, hogy nem is volt képes más ételt megenni, mint csak az indiait. I always understood, yes, the master is a body, and has his own liking, dislikings, he has his own habits, he has his own culture. Yes, it's a fact. Tehát megértettem, hogy a mesternek megvan a maga emberi teste, megvan a saját kultúrája, tetszése, nem tetszése, a szokásai. Ez a sajátja, igen. But he is an incredible man who has really given his mind to God, and when he gives satsang, such a wisdom comes out that really is going to touch each and every time the consciousness of all the listeners of his. Mégis ő egy hihetetlen ember, aki a tudatát Istennek adta, és akárhányszor satsangot tart, hihetetlen igazság hagyja el az ajkait. És mindenki, aki hallgatja, megkapja azt, amit hallania kell. When he gives his darshan, such a blessing comes, and that's what he liked. És amikor darshant ad, akkor oly áldás érkezik, és ez az, amit én annyira szerettem. And I saw always his body, whether he was diseased or non-diseased, whatever, I saw his body always so radiant and so beautiful. És a testét is, akár beteg volt, akár nem, vagy bármi más vonatkozásban, mindig oly sugárzónak és ragyogónak láttam. And I had such an incredible love for him that
as I said a number of times already, there was not once that in meeting him I didn't burst into tears. És olyan hihetetlenül szerettem őt, hogy már sok alkalommal elmondtam nektek, hogy nem volt olyan alkalom, hogy találkoztam vele, és ne könnyekben törtem volna ki. And this was not acting and posing, no, it was real. És ez nem pózolás volt, nem ez valóságos volt. Because I always saw in him the most beautiful man. Mert mindig a legszebb embert láttam ő benne. The most charming, the most radiant, the most full of light that I could ever see anywhere. A legelbűvölőbb, legsugárzóbbat, tele fénnyel, akit csak látni lehetett. So I said, at some point, after many years of association with him, this is the master. This is the reality of a master. He has a human body, but God works through this human body. Even if it is diseased, still he is the human pole through whom God works. And I just like it the way it is. I just appreciate it the way it is. Tehát sok-sok év kapcsolata és tapasztalat után azt mondhattam, hogy igen, ez a mester valósága, ezzel az emberi testtel rendelkezik, és mégis, akárha beteg is, ő az emberi pólus, akin keresztül Isten átsugárzik. Akár tetszik, akár nem, ő az. And always heard talks from satsangis telling such a funny, surreal things about the master having such a childish understanding of him. És nagyon sokszor hallottam a satsangikat, olyan butaságokat mondtak a mesterről, szürreális gyerekes dolgokat, ami elugaszkodott volt a valóságtól. The understanding of those people who never relate to him, we just see him, you know, coming and going, and never really coming to know him as a man, but only as this meat kind of person. Ezek az emberek többnyire, akik csak látták ott jönni és menni távolról, soha nem volt semmi dolguk vele. Az ő számukra csak egyfajta mítosz volt, egy legenda. The master is diseased, while he's acting and posing, he's not really diseased. Azt mondták nekik, hogy hát a mester beteg, akkor azt mondták, hogy ó, csak megjátsz magát, valójában nem beteg. The master is a superhuman being, he's not a human being, he doesn't get diseased, no, he's acting and posing like that. Nem, mert a mester egy szuperemberi lény, ő valójában nem betegszik meg, csak úgy tesz, mintha. And so many crazy things that is. És oly sok más hasonló bolondolom. They couldn't understand that, no, he's a man. He has also an human body and he suffers. He is diseased like all the others. But that's not the point. He is a God, human, a human God-inspired person. Hát nem látták meg, hogy pedig ő mégiscsak valójában egy ember, igen, ugyanúgy megbetegszik, szenved, fájdalmai lehetnek, de mégis ő az emberi Isten. He is a man through whom God works. Mert ő egy ember, akin keresztül Isten működik. Despite of the condition of his body. A teste állapotának ellenére. So, in this song I want to point out this point, this side of the master, is the divine being working in a human body. Tehát ebben az énekben ezt szeretném kimutatni, hogy a mester az az isteni, aki az emberi testen keresztül működik. I don't want to consider his human side, I only want to consider this God working through him. Nem akarom az emberi oldalát számításba venni, tekintetbe venni, csak rajta keresztül megnyilvánuló Istenit. Because always heard Sant Ji telling things like Kirpal was never born, Kirpal never lived on this human plane, Kirpal never died. De olyan dolgokat hallottam Sant Ji által mondani, hogy Kirpal soha nem született meg ebbe a világba, ő soha nem élt, és soha nem halt meg. Kirpal was before this creation was made.
Kirpal is the cause of all creation. Kirpal is God himself. Oly dolgokat mondott, hogy Kirpal már a teremtés előtt létezett, mindig is volt. So you also never connected with the human side of Master Kirpal. You're always connected with his, the fact that he was God on earth, since God was working through him. Azt is mondta, hogy Kirpal a teremtés oka. Így hát látható, hogy Sant Ji sem vette soha számításban a mestere emberi oldalát. Az ő számára Isten maga volt a földön a mestere. He was not interested to what this human Kirpal was. He said sometimes things like, when I met him, I never thought of, is he married, is he married, has he children, doesn't have children, or what kind of social position he has. I never thought of this. I saw God working on him, in him, and through him, and that's what I was interested in. Azt mondta, mikor találkoztam vele, és megláttam, nem arra gondoltam, hogy kicsit van-e felesége, vagy házas, vagy nem házas, vannak egy gyerekei, vagy nincsenek, milyen társadalmi pozícióban van, mit foglalkoztam én ezzel. Ránéztem és láttam, hogy ő egy ember, aki keresztül Isten működik, és csak ezzel törődtem. So, I learned a lesson from him, and then I took both of them, Master Kirpal and Sant Ji, just the way he said. Tehát megtanultam őtől a leckét, és így vettem mindkettőjüket, Kirpalmestert is, és őt, Sant Jit is, pontosan ugyanígy. And then, if you read the history of the great masters and his disciples, their disciples, you can see that all their true disciples took them to be the divine in this world, the divine manifested in your human body. És hogyha megnézitek a minden történelem során a nagy mesterek és tanítványaik történeteit, ez mind így zajlott. So it's not a new phenomenon. It was not a new phenomenon with Sant Ji describing Master Kirpal in this way. All the great disciples of the great masters, they all described their master with the same terms. Ez nem egy új jelenség volt, ami Sant Ji-nál merült fel, hogy így írta volna a Kirpal mester. Nem, hanem mind a nagymesterek nagy tanítványai úgy írták le mesterüket, ahogyan Sant Ji Kirpal mestert. So that's the thing we should connect with this supreme being working in the body of a man. Hát ez az, amihez csatlakozni kell, a legfelsőbb lény, mely az emberi lényen keresztül működik. Then as such, yes, he was before the creation was made. És ilyenként valóban létezett, mielőtt a teremtés végbe ment volna. And he will be also after the creation will end, if it will ever end. És létezni fog a teremtés vége után is, ha az valaha véget ér. He is beyond time and space. A tér és idő fölött áll. He is beyond duality. A dualitás fölött áll. He is infinite, he is eternal. Végtelen és örökké való. This is what we have to see. This we have to connect. This is the main thing with the master, but then this kind of vision we have to have about the whole of life. Everything is a manifestation of this supreme being. Így hát így kell ezt látnunk, és mindenben az egész életet így kell szemlélnünk, mint a teremtés megtestesülése. We have to learn, we have to be able to see him at work everywhere. He is the only one reality. Meg kell tanulnunk így látni a dolgokat, hogy ő az egyetlen valóság. In the master it's more easy to see it because it really radiates through him, but then we have to see it in anything. A mesterben könnyű meglátni ezt, mert ez sugárzik belőle, de meg kell tanulnunk meglátni ezt mindenben. Then our work will be done really, when we'll be able to connect with this divine side pervading the all of creation. És akkor, ha ez sikerül nekünk, akkor a munkánk valóban bevégeztetett, mert akkor mindenben meglátjuk ezt a mindent átható isteni erőt. So, this retreat has been again an occasion to come together and spend time in trying to understand the reality of ourselves, the reality of life, and the reality of God.
Tehát ez az elvonulás ismét egy alkalom volt arra, hogy megtapasztaljuk önmagunk valóságát, az élet valóságát, Isten valóságát. We have done our best to try to connect with the divine, with the divine light, with what is the best that we can connect with. Megpróbáltunk a legjobbunkat, hogy összekapcsolódjunk az isteni fénnyel. It has been an occasion to try to build up again this awareness, this understanding that God is all pervading, it's everything and everywhere. Tehát ismét a lehetőséget kaptunk, hogy megerősítsük magunkat, hogy Isten a mindent átható erő, mindenben ott van és jelen van. An occasion to turn our attention, our potential towards this side of reality. Egy újabb alkalom, hogy a figyelmünket a valóságnak erre az oldalára irányítsuk. And to withdraw it from all these, you know, these life activities, whatever we do in the day-to-day life, which is also useful, but we must be always aware that it's a passing show. Lehetőség, hogy visszavonuljunk az élet mindennapi tevékenységeiből, mert az is fontos, de meg kell értenünk, tisztában kell vele lennünk, hogy ez csak egy tovatűnő műsor. That all these manifestation of life, everything that happens, it's a passing show, it's a passing movie. Mert az életnek minden megnyilvánulása, ami történik, az mint egy tovatűnő műsor, egy film. Keeps coming and disappearing, coming and disappearing. Jön és eltűnik, majd jön és eltűnik, jön és eltűnik. So it's not real. Ez nem valóságos. What is real? It's only the supreme reality. Ami egyedül valóságos. Az what is beyond time and space. A legfelsőbb valóság, ami idő és tér felett áll. Beyond causality, duality. A kauzalitás és a dualitás felett áll. And this is just here with us. És ez itt van velünk. So we should try to connect with these, grab these, and keep it with us. Tehát meg kellene próbálnunk összekapcsolódni ezzel, megragadni és magunkkal tartani, megőrizni. This awareness that in the living presence there is God. Azt az éberséget, hogy az élő jelenben itt van Isten. And the future, the past, they are unreal things. És a jövő és a múlt, ezek valótlan dolgok. So thank you for attending this retreat, because the presence of each one of you has been needed to make happen whatever has happened these days. Hát köszönöm mindannyiótoknak a jelenlétet, mert mindenki jelenléte hozzájárul mindenhoz, ami történt ezekben a napokban. Nobody is important and everybody is very important. Senki nem fontos, és mindenki nagyon fontos. This is another paradox, but it is like this. Ez egy másik paradoxon, de ez így van. We are all very important. Mindannyian nagyon fontosak vagyunk. And whosoever comes and brings a contribution for a retreat like this to happen is to be thanked and to be appreciated. És bárki, aki eljön, hogy elhozza a hozzájárulását egy ilyen elmúláshoz, az értékelni való. So thank you for coming, attending, and bring your best intentions, your best cooperation. Így hát köszönöm, hogy eljöttetek, itt voltatok, és elhoztátok a legjobb együttműködéseteket. Thank you for sharing this time together. Köszönöm, hogy megosztottuk ezt az időt közösen. You are all very dear to me. Mindannyian nagyon kedvesek vagytok a számomra. And I appreciate the goodwill that you put into following the path. És értékelem a jó szándékotokat, amit abba fektettek, hogy kövessétek az ösvényt. And here also, I don't try to connect with these weak sides of ours, with these imperfections that we have.
I try to connect with this best side of ours. És itt is, én nem a leggyengébb oldalunkkal, vagy gyenge oldalunkkal próbálok kapcsolódni, nem ezt próbálom a nehézségeinket, gyengeségeinket figyelembe venni, hanem az isteni oldalt, ami jelen van. Because this is what has to stay. The other side has to disappear. The best side of ours has to disappear. Only the good side of ours has to stay and grow, improve. Mert az isteni oldal az, aminek maradnia kell, a többinek távoznia kell. A jó oldalunknak kell maradnia, és növekednie, fejlődnie. And take over the whole of our life, of our person. És átvenni az életet, a személyünket. Push up.